Az egyre melegedő időben nem szívesen emlékezünk vissza a fagyosabb napokra, csak nemrég hagytuk magunk mögött az előző fűtési szezont, ugyanakkor érdemes már a következőre is gondolnunk. Ilyenkor tavasztal a legjobb beszerezni a téli tűzifát. A jobb fűtőértéknek köszönhetően ugyanis jelentős összegeket tudunk megtakarítani. Ami most ki van termelve, elérhető az erdőkben, az őszre nagyon jól ki fog tudni száradni, és a fűtőértéke tényleg megközelíti az elméleti fűtőértéket. Hát mondjuk még nem teljesen, de jóval kevesebb fát kell ebből a fából felhasználni a következő szezonban. Én úgy gondolom, hogy egy akár 30%-ot is lehet spórolni azzal, hogy nem nedves fával fűtünk, hanem szárazzal. Igazából a nedves fának is ugyanannyi a fűtőértéke, csak nagyon nagy százaléka a fűtőértéknek arra megy el, hogy a fában lévő nedvességet kifűtse a fa magából, úgymond. Ha az nincs benne, akkor tényleg közelíthet a elméleti fűtőértékhez. A spórolás mellett az sem utolsó, hogy az erdészetektől származó tűzifa arra is garancia, hogy a vásárló valóban a kifizetett mennyiséget kapja készhez. Az erdőgazdaságok, a nyíregyháza ZRT is hagyományosan, úgymond erdei köbméterben árulja, értékesíti a tűzifáját. Ahogy az erdőben megtermelődött, szabvány szerint kemény fánál ez 175 cm magasságú sarangot jelent, tehát ebből egy méter hosszúságú szakasz az egy köbméter, és ez igazából mindig állandó, tehát a súly az változik, ugye pont az előbb említettük, hogy ugye, csökken a nedvesség hatalma, a súlya csökken, ezáltal a fa úgymond nem lesz kevesebb, csak mondjuk akik súlyra adják el, azok már ez negatívan befolyásolja a mennyiséget. Tehát köbméterben megadott mennyiség az mindig fix és mindig stabil. Az erdészetektől vásárolt tűzifa esetében ráadásul biztosak lehetünk, hogy az fenntartható gazdálkodásból származik, a kivágott fák helyére csemeték kerülnek. Számos akció is várja az érdeklődőket, akik a járványügyi előírások betartásával vásárolhatnak országszerte az erdészeteknél. Van, ahol a régióban jellemző egyes fafajok megvételekor kapható kedvezmény, máshol házhoz szállítási akciót hirdettek a lakossági tűzifa vásárlásokkal kapcsolatban. Tölgyfa Gábor elmondása szerint a javarészt szeptembertől márciusig tartó fakitermelési szezonban a nyíredő felkészült a következő fűtési idényre, így elegendő tüzelő van készleten a lakosság biztonságos ellátásához.